Na sziasztok emberek, én csak egy üveg bor vagyok, véletlenül sem a tartozó, és most szeretném megmutatni azt, hogy mit építettem, és miket értem el egy modolt Minecraft világban, amit csak úgy simán magamnak videón kívül csináltam, illetve tevékenykedni is szeretnék ebben a korábban kiépített Minecraft világban. Van néhány mod is itt, régében Forge Modulóderrel, szóval, ja. Let's go! Még több kibernetikus a kacserész, ami nagyon bázis volt. Na sziasztok, visszatértem. Én csak egy üveg bor vagyok véletlenül, és most itt most tulajdonképpen már miközben a felvételt leállítottam, felvételen kívül egyszer meghódtam, azonban a cüceimat vissza tudtam szerezni, mert a halálom helyszíne nem volt olyan messze. És hát tulajdonképpen a kvarcot is visszaszereztem a halás után, egyedül az XP az, ami itt láthatok, hogy kevesebb. Az XP-ből nagyon sokat buktam, mert tudjátok, amikor meghalok, akkor csak a töredékét kapom vissza annak, amit elvesztettem lényegébe. De most leszeretném craftelni azt a jetpacket, nézzük, mik hiányoznak hozzá. Ja, hát igen, a jump pack az alatt, azt már csak le kell szedni. Á, igen, szóval tehát szükségem lesz műanyagra, aminek az előállításához kell magolaj. Műanyag. Igen, egy kis olajat kell használni. Magolaj az, amit az egyszerűnek tartok, a magolajt egyszerűnek tartom a megszerezni. Ahhoz kell ilyen fluid transposer. Mihez craftelgetni kell egy picit. Kelleni fog nekem üveg is. Üveg is kell. Úgy. Úgy. És aztán ezt is kraftoljuk le ottan. Megvan a fluid transposer. Zsírkirály. És akkor most azt mondja, hogy ezt hova is tehetném. Minden helyet kihasználtam itt. Tegyük mondjuk le ezt ide, kimondottan ide. És aztán egy kis kábelezés kéne. És van a kábelem. Tudod, mint akkor inkább craftelek még. Egyébként is van itt elektrum is nálam. Tudok miből craftelni. Ó, oké, jó van, megtaláltam. Jó volt lecraftelni, mert akkor így duplán kattintok rá, és akkor kiveszi úgy is, hogy nem látom.
Akkor azt mondja, hogy... Úgy, elvileg árammal el kéne látnia ezt. Kér nekem egy kis nyírfa. Látjátok, itt már sok fát kivágtam, mert hogy üres a tér az erdőbiomon is, sok fát kivágtam itt, hogy legyen helyem a házhoz. Idok ki. És akkor most azt mondja, hogy... Ez a vizes kocka egyébként egy végtelen vízforrás, amely egy picivel másabb, mintha simán végtelen vízforrás csinálni, mert hogy ez automatizálhatni tudja a végtelen vízforrással a víz belerakását a gépekbe, tehát így nem kell manuálisan a végtelen vízforrásba berakni a gépekbe a vizet, annyiból másabb ez a fajta vízforrás. Nézzük csak meg, hogy itt jól van. Azért el kéne aludni. Gyorsba. Ídni. És akkor lássuk csak itt, hogy jól van-e itt ez. Vagy itt nézem, itt minden jól van. Nézem. Randy check. És akkor most itt ezt itten be lehet tömni. És így be lehet tömni, igen. És akkor lássuk csak, oké. Okay. Kinézett az kifogástalan itt. Így. És aztán kidok ki. Úgy, így kiváló, kifogástalan. És akkor... Ottan... Oda lehetne pakolni valamit. Hogy ne látszódjon ki ott az. Hol van a... Ott a vésőm, jó, megvan a vésőm. Kiváló. Large, néled large, kiváló, néled large. Így mi? Okay. És akkor úgy
És aztán kéne nekem egy kis szén. Szénre lenne szükségem. Szén lenne szükségem. Tulajdonképpen. Hogy lehet, hogy nem is kell annyira szén. Lehetséges, hogy csak simán rakok be egy kis nyírfát, azt annyi elég lesz neki. Igen, most már kapja az áramot. Zsír király kapja az áramot. Hihi. Valahogyan össze kéne kötetni a folyadékrendszert ezzel a kemikál laboratórival itt. Össze kéne kötetni ezt ezzel a folyadékügyileg valahogy, de vajon hogyan? Arra nincs elképesztő. Mindegy, egyre megcsinálom manuálisan az, hogy kinyerem a magolajat. Így mi? Szükségem lesz egy kis nyers fára tulajdonképpen. Tegyük be a farmon is a cuccokat, ha már itt vagyunk. Király. Ez tulajdonképpen. Akkor most ezt pakoljuk bele szépen. Okay. Pakoljunk bele még egy picit több fát. Szerintem az most per pillanat nincsen egyáltalán, ahogy nézem. Egyáltalán nincsen szerintem. Szén nem ártana, mert hogy a sűrített levegőt is szénből állítom elő tulajdonképpen. Thank you.
ez elég lesz egy kevés üzemanyag tartályhoz ez a mennyiség. Okidoki. És akkor itt kreftelgessünk. Van üzemanyag tartálya. Töltsük meg rakéta üzemanyaggal, amit ide raktam korábban videón kívül. És a rakéta üzemanyagot jetpackhez lehet használni, vagy meg akár láncfűrészhez is. Illetve nagyon jó láncszóróhoz is. Igazából. Habár rakétához nem használ a játék rakéta üzemanyagot az én módjaimmal, de mindenhez, amihez kell benzin, ahhoz rakéta üzemanyagot is lehet használni, mert kell benzin. Tulajdonképpen. És akkor nézzük a jetpacket. Már csak a jumppacket kell lecserélni. Ú, de jó. Ú, de menő. Tudok repülni Survivalben. Végre tudok repülni Survivalben. Nagyon menő. Nézzük csak meg, mennyi van marsra, amit adott. Oké. Azért egy picit nagyobb tételbe lehetne itt készíteni ilyet, hogy ne csak ennyi üzemanyag legyen nálam egyszerre. Még egy picit több üzemanyagtartályt lehetne csinálni, hogy ne fogyjak ki olyan hamar út közben. Aludjunk el felé. Úgy néz ki, mint egy mosógép egyébként. Ez a fluid transposer úgy néz ki, mint egy mosógép. Egyébként. Szóval érdekes. Visszapakolom ebb ide. Illetve... lenne craftelni egy kis pisztoly lőszert. Hogy a revolverhez csináljak még több pisztolyt tulajdonképpen. Az kéne puskapor. De hogy akkor beére mennyi lőszerrel is. Oké.
Láttam a közelbeni katonai támaszpontot, amit megrohamozhatnék. De menő ez így, hogy így lehet jetpackelni. Így gyorsabban közelekedek, mint hogy a játék betölti a csánkokat. Ez nem joke. Voltak itt katonák valamerre. Katonai támaszpontot láttam, ha jól tudom, valamerre. Betölt ez még máma. Kifogytam teljesen a revolver lőszerből. Katonai támaszpontot nem ártana találni, mert hogy nagyon jó munka lenne azt kilútorni. Illetve van egy olyan boss is, ami konkrétan katonai helikopter és támaszpontoknál megtalálni egy olyat. Az egy izgalmas dolog lenne.
Gyertek, mint azt hiszem, leállítom a felvételt, hogy egy picit görülékenyebben fusson a játék. Én csak egy üveg bor voltam, véletlen sem a tartozó. Sziasztok! Singing radio head at the top of our lungs with the